első emlék, amikor a P-Mover együttesben voltam, és Omegával 74, 75, 76 felé együtt játszottuk a budai fiparban. És akkor ledöbbentem, hogy hogy lehet ilyen profi zenekar. Nem is, akkor még nem is láttam igazából profi zenekar. Teljesen ledöbbentem. A következő élményem, Kobo Blues Band-del játszottak egy nagyon nagy turnét. Az is embertelen jó volt, és próbáltuk megfejteni az Omegának mi a csodája, és nem tudtuk megfejteni. De azt tudtuk, hogy azért csinálják nagyon jól, mert nem írtak le 200 dátumot, hogy akkor láthattok minket, hanem azt mondták, hogy kétszer láthatsz minket. És vagy oda mentél, vagy jegyet vettél, vagy nem vettél el jegyet. Következő, az utolsó élményem az Omegáról, amikor a Bulldozerrel játszottunk a BS-ben az Omega előtt. És akkor már persze más, tehát ahogy én haladtam én is a pályámon, persze én is másképp figyeltem a zenét, másképp néztem a zenekarokat, de akkor is néztem ezt az öt embert, és azt mondtam, hogy teljesen felnőtt. Tehát nagyon igaza van annak, aki Omegára jött, és akinek az első élménye, és én még gimnazista voltam 73-ban, és akkor jött ki ez a kislemez, a Ütlen barátok. És mondtam, azt a mindenit, de jól mondtam. De jól ne egyszer egy zenekarba dobolni, 72-t írtunk, jól ne egy zenekarba dobolni, és egy ilyen jó mondtát valamikor is. Hát ez az meg, nagyon szeretem őket, és nagy tisztelők vagyok mindig is. Voltam és leszek is. Köszönöm szépen.